Április 29-től hatalmas enyhítés történt az utazási korlátozások terén. Ettől kezdve ugyanis karantén és teszt nélkül térhetnek vissza a világ bármely államából Magyarországra azok, akik érvényes magyar védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. A tavaly ősztől érvényes szabályok szerint a külföldről hazatérőknek eddig 10 napos karanténba kellett vonulniuk, ami csak 2 negatív eredményű PCR-teszttel volt kiváltható. A legutóbbi enyhítések értelmében azonban napról napra bővül azon országok listája, amelyek úgy döntenek, fogadnak külföldi vendégeket és mindenféle előzetes tesztelés nélkül. Csupán védőoltáshoz ragaszkodnak és az azt igazoló okmányhoz. Ennek hatására természetesen az utazási irodák kínálatában is megjelennek az újabb lehetőségek, és a nyaralni vágyók is egyre optimistábbak. Kürtiné Ungi Erika, az Ungi Erika utazási iroda vezetője elmondta, a 60-i utazó közönség csaknem 14 hónapja teljes passzivitást mutat az utazások tekintetében. Ez azonban érthető, hiszen sokáig nem voltak adottak a körülmények. Most azonban egyfajta érdeklődés vette kezdetét az iroda szervezett utazásai iránt, többnyire Görögország, Törökország, Egyiptom és az Európához közeli úti célok iránt érdeklődnek. De népszerűek még az európai körutak is, érintve Prágát, Ausztriát, Svájcot és Horvátország tengerpartjait is. Ez alapján elmondható, hogy a járvány a megvalósult utasszámot sajnos negatív irányban igen csak megváltoztatta, de a legkedveltebb célországok listáját nem. 60-ból van egyébként szervezett utazás hetente 2 alkalommal is a görögországi nyaralóhelyekre, ebbe szigetek is értendők, Zakynthos, Kefalónia, Korfu, és a szárazföldön lévő Olimpiosi Riviérára, vagy a Halkidiki félszigetre, Szártira. Ezek az utazások körülbelül egy 20%-kal magasabb áron érhetők el most, mint a 2019-es bázis évben. Azt mondom, hogy akinek elszántsága van, időpont megfelel, az foglalja le, mert kevesebb az ajánlat, mint amennyi szokott lenni, és nem fog tudni odautazni, vagy akkor utazni, amikor eredetileg eltervezte. Az utazás közvetítő hozzátette, az oltási kötelezettségek engedélyeztetése jelenleg is több országgal összehangoltan zajlik. A turizmusban szereplő szolgáltatók mind azt remélik, hogy hamarosan egységes szabályrendszer alakul ki. Jelenleg még az EU-ban nincs egységesen elfogadott COVID-19 igazolvány, ezért minden tagállam maga igyekszik szabályozni az országba való belépést. A beutazás szabályai tehát országonként eltérőek. Jelenleg csak 8 országban lehet magyar védettségi igazolvánnyal utazni, ezek Bahrein, Cseh Köztársaság, Észak-Macedón Köztársaság, Horvátország, de ők kérik a papíralapú oltási igazolást is, Montenegró, Szerb Köztársaság, Szlovénia és Törökország.